Meddig ér a rigó fütty? Megjött a tavasz, leterítette köpenyét, s leült a dombra. Végignézett a berkeken, a kerteken, a lankákon, s a réteken, a csupasz-kopasz fák és bokrok kopárló gyülekezetén. No, amíg ezeket felöltöztetem, szaladt ki a száján, de már mosolyogva szólt oda a körülötte legyeskedő szellőnek. Eredj, szolgám, suttogt közhírré a fák és bokrok között, hogy aki megmondja, meddig ér el a rigó fütty, azt elsőként tetőtől talpig aranyvirágba öltöztete. Illant is már a szellő térült, fordult, s egy pillantás alatt szétsuttogta a suttogni valóját. Nagy mozgás támadt a szellő nyomában, minden fa és bokor azt hitte, hogy ő aztán meg tud felelni a tavasz kérdésére. A parti fűzek kihúzták öreg derekukat, és legényesen kezdték pödörgetni pejhedző barkáikat. A rekettye bokrok sem akartak lemaradni, nem is beszélve a gyümölcsfákról. A meggy, a cseresznye, a szilva, az alma, a körte, de kivált képpen a dió, aki egész nap füttyögni szokott a rigó, ő ne tudná, hogy meddig ér el a rigó fütty. De bizony nem tudták. El is csendesedtek valamennyien. Hát ennek felesen bréfa gondolta az alma és a körte. Kemény dió sóhajtotta el magát a vén diófa. A szilva meg sem mukkant. Ha legalább egy rigónk volna, savanyodott el a meggy, akinek a hangjáról mértéket vehetnénk. Egy rigó, bár egy rigó fiú, de nem volt. És mert tudták, hogy a rigó a lombos fákat kedveli, elkezdtek csöndben rügyezni, levelezni. Mi az a nagy csönd odalent, kapaszkodott a fölfelé igyekvő szellőbe a sombokor a domboldalon. Töprengés csöndje. Miféle töprengésé? Azt kell kitalálni, hogy meddig ér el a rigófütty. És aki kitalálja? Aranyvirág lesz a jutalma, mondta a szellő szűkszavúan, s azzal már föl is szusszant a dombra a tavasz mellé. Ültek és várták az eredményt. Napok vagy talán hetek múltán, amikor már szépen zöldelt a környék, megjelent az első rigó is. És hova szállt volna másra, mint a diófára. El is füttyentette magát. Hegyezték a fülüket a fák, de mind hegyezhették, mert abban a pillanatban innen is, onnan is felharsant a rigófütty. Zavartan álltak a fák a nagy rigófüttyögésben. A tavasz kacagott, kacagott a tréfán, a szellő meg táncot járt örömében. Ekkor megszólalt a sombokor a domboldalában. Én megmondom, meddig ér el a rigófütty. Kicsoda, mondja meg, néztek föl a kicsi sombokorra. Én mondom meg, húzta ki magát a sombokor. Rigótól rigóig ér, és ilyenkor körbeéri a földet. Nagyot néztek a bölcsfák, hümmögtek, de aztán belátták, hogy a bokornak igaza van. Annál is inkább, mert látták, hogy maga a tavasz is helyeslően bólogat a sombokor válaszára. S láthatták azt is, amint elnyeri méltó jutalmát, mert abban a minutumban tetőtől talpig aranyvirágba borul.